Sok szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy megint itt vagy velem, és megnézed ezt a kis bejelentkezést. Újabb hét telt el a masztika kúrában, én továbbra is nagyon jól érzem magam, nincs magas vérnyomásom, nincs szapor a szívritmusom, a sav sem kínoz, nem kell savcsökkentőket szedjek, nem kell gaviszkont igyak lefekvés előtt, továbbra sem, úgyhogy én egyelőre jól vagyok. Nem olyan rég volt egy gyomortükrözésem is, ahol annyit tudtak egyelőre megállapítani, hogy közepes mennyiségű a gyomorsavam, felmaródást a gyomorszány előcsőben nem találtak, viszont a gyomorhártya az egy kicsit piros, onnan vettek mintát, és ennek 2 hét múlva lesz meg az eredménye, és akkor fogják tudni megmondani, hogy ott mi okozhatja ezt a gyulladást, vagy hát, hogy mitől lett ilyen piros a gyomornyálkahártya. Én folyamatosan szedem a megadott előírás szerint a masztikát, sőt, ma már elkezdtem egy pici almaecetet is hozzátenni vízhez, és azzal is kicsit iszogatom, elkezdem ezt is kipróbálni, hogy ez milyen, mennyire lesz jó a hasamnak. Közben én elkezdtem egy teljesen új étrendet, ahol megpróbálok minél inkább olyan minőségi élelmiszereket fogyasztani, ami segíti a szervezetem táplálását, gyógyulását, mikrobiális szinten jótékony hatással van rám. Úgyhogy én csak előre tudok menni ebben a témában, remélem minél előbb kigyógyulok az összes korságomból, és ebben nagyon sokat segített a masztika is itt az elindulásban. Köszönöm szépen, hogy megnézted a filmet még egyszer, egy hét múlva újra jelentkezem, és beszámolok a fejleményekről. Köszönöm, hello!